Hivatalosan is megkezdődött az önkormányzati választás kampánya. Az ajánló aláírásokat holnap kezdhetik gyűjteni a pártok, szeptember 8-áig. A Fidesz a választás tétjét abban látja Nyitrai Zsolt közlése szerint, hogy sikerül-e a Gyurcsány-Bajnai korszakot végleg lezárni. Az Együtt PM 12 budapesti kerületben indít saját polgármesterjelöltet, akik Karácsony Gergely szerint képesek helyben megkezdeni az Orbán rezsim lebontását. A parlamenti választásokhoz képest fontos különbség, hogy az önkormányzati posztokért induló jelöltek és jelölő szervezetek nem kapnak állami támogatást, viszont nincs is limitálva a kampányra fordítható összeg. A vendégem pedig Filipov Gábor, a Magyar Progresszív Intézet elemzője. Most a felvezetőből is hallhattuk azt, hogy a Fidesz még mindig a Gyurcsány-Bajnai korszak lezárásáról beszél, míg ugye az Együtt PM az Orbán rezsim leváltásáról. Az egész kampányra ez lehet jellemző? Jó estét kívánok! Az önkormányzati választások olyan sajátos választások szoktak lenni, ahol az országos üzenetek, témák nagymértékben keverednek a helyi témákkal. Valószínűleg igen, ez a két fő üzenet lesz majd a jellemző a kampány során. Ez egyszerűen abból adódik, hogy a politikusokat megtanítottuk évtizedek alatt, hogy negatív üzenetekkel valaki ellen mozgósítani sokkal könnyebb, mint valami mellett. De ez működik helyben is? Mert ugye itt nem csak arról van szó, hogy országosan egy nagy üzenetet kell eljutatni, mint mondjuk az országgyűlési választásokkor a folytatjuk, hanem itt helyben is kéne üzenni, nem? Így van, nyilván minden településen a helyi kampány az sajátos színezetet fog felmutatni, amit mondjuk az ellenzék szempontjából erősít az is, hogy tudjuk azt, hogy nem csak a Fidesz, hanem egymás ellen is versengenek nagyon sok helyen, tehát nem is lesz egy központi kampányüzeneteket kidolgozó csapat, sőt olyanokat is lehet olvasni a sajtóban, hogy egy-egy párton belül sem lesz központi kampánystáv, tehát nagy mértékben a helyi ügyekre fog koncentrálni az ellenzéknek a kampánya is. Lehet-e Tarlós Istvánnak valós kihívója, és kell-e csak a Budapestre koncentrálnia a baloldalnak? Mindig azt szoktuk ilyenkor mondani, hogy bárki lehet valós kihívó egy jó, megfelelően koordinált és innovatív módon végigvitt kampány során. Ezt egyelőre nem látjuk az ellenzéki oldalon, ugye egyrészt nagyon sok főpolgármester jelölt verseng, másrészt pedig Tarlósnak a népszerűsége ez közismert, hogy nagyobb, mint a Fideszé Budapesten belül. Ugyanakkor Falus Ferenc kampányában valószínűleg az országos tematika is meg fog jelenni, pont azért, mert ő nem annyira ismert politikus, nincsen neki olyan kiérlelt politikusi karaktere, tehát valószínűleg az ellenzék majd egy Orbán elleni népszavazással próbálja átalakítani a fővárosi választást. Ha már Falus Ferencet említjük, nála lehet az úgymond megyesi effektus a húzóerő? Láthatóan ez a koncepció, tehát a baloldalon mindig megvolt a keletje ennek a szakértői politikusi imázsnak, ezt próbálják építgetni vele szemben. Pontosan ezért a kormánypárti sajtónak a Falus elleni hadjáratában is központi elem az, hogy az ő politikához kötöttségét próbálják meg felmutatni, tehát azt, hogy ellenzéki pártokhoz már régóta milyen mértékben kötődik. Ez nyilván egy karakterépítési, illetve rombolási verseny lesz, amely meglehetősen egyenlőtlen feltételek mellett zajlik, tehát azt láthatjuk, hogy az ellenzéki oldalon nem csak pénz, média nincsen, de igazából különösebb innováció sincs. Falusnak a felépítése az meglehetősen az alapoknál tart, hogy úgy mondjam. Mennyire lehet úgy felépíteni, hogy ugye pár napja az MSZP elnöke úgy nyilatkozott, hogy ő még sose találkozott Falus Ferenccel, igazából nagyon felelősséget se vállalt Falus Ferencért, ez már egy kudarc esetére való bebiztosítás, vagy pedig az a legjobb, hogyha távol tartják magukat, és így a függetlenség látszata megtartható Falusnál? Ezt a kérdést sokan felteszik, és nem lehet rá határozott választ adni. Ilyet még nem láttunk kampányban, hogy egy párt a jelöltjét, a pártvezető gyakorlatilag eltagadta magától, vagy közölte, hogy ő nem ismeri, nem tudja, hogy miért jó jelölt. Ennél is talán súlyosabb probléma, hogy olyan pártoknak kell támogatniuk ezt a jelöltet, akiknek képviselői többször elmondták, hogy miért nem jó jelölt ez különböző csatornákon, és innentől kezdve kellene elhitetni a választókkal azt, hogy ők teljes mellszélességgel kiállnak mellette. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt és elmondta mindezt.